Kásler Miklós, emberi erőforrás miniszter a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miniszter úr, milyen szempontok szerint született meg ez a kormánydöntés, hogy kötelezővé teszik az egészségügyi dolgozók, a betegellátásban dolgozók részére az oltást? Járványügyi szempontok alapján, figyelembe véve a járvány eddigi hullámának a tapasztalatait, illetve külföldi mintákat, többek között Franciaországot. Csak a betegellátásban résztvevőkre vonatkozik ez a kötelezés, vagy a háttérszemélyzet részére is? A háttérszemélyzetre is, mert nem lehet a közvetlen betegellátásban résztvevőket szeparálni azoktól, akik a kórház működését biztosítják. Vizsgálták az oltás elfogadottságát az egészségügyi személyzet tekintetében? Az orvoskamara egyik illetékesen nyilatkozott ma, azt mondta, hogy ő támogatja. Hát én nagyon örülök, hogy az orvoskamarának is ez a véleménye. Egészségügyi dolgozók átoltottsága rendkívül magas. Nem 100%-os, de magas. Tehát gondolom, hogy aki önként vállalta a két oltás felvételét, ők belátják azt, hogy a harmadikra is szükség van. Mi történik azokkal, akik mondjuk egészség, valamilyen alapbetegségük miatt nem kaphatnak oltást? Nyilvánvalóan az oltóorvos mérlegelésének a kérdése, hogy milyen esetekben mondja azt megadott szempontok szerint, hogy az oltást nem lehet elvégezni. De ezek, tehát ők maradhatnak, dolgozhatnak tovább, vagy akkor ő nekik egy más területen kell helyet keresni betegellátáson kívül? Aki nem kapja meg a harmadik oltást, olyan beosztást kap, ahol a betegekkel nem találkozik. Számítanak arra, hogy lesz egyébként ellenállás? Ugye korábban volt arra példa, hogy akár felmondásokkal is próbálták zsarolni az egészségügyi kormányzatot. Nem számítunk arra, hogy jelentős ellenőrzések, ellenérzések lennének. Arra számítunk, hogy a józan belátás alapján, az ismereteik alapján és a tapasztalataik alapján, közelről látva a járvány eddigi lefolyását, az egészségügy dolgozói erre vállalkoznak. Miniszter úr, a WHO kiadott egy állásfoglalást, amelyben azt mondják, hogy a miniszterelnök is utalt rá reggeli rádió interjúban, hogy a tudományos adatok jelenleg nem igazolják a harmadik megerősítő dózis szükségességét. Mennyire kell komolyan venni, vagy mennyire kell ezzel az állásfoglalással foglalkoznunk itthon? Minden nemzetközi testület és minden szakmai grémium állásfoglalását mérlegelni kell. A miniszterelnök úr is utalt rá, hogy rendkívül sokféle adat, vélemény jelenik meg, nem csak a sajtóban, hanem a szakirodalomban is. Ennek a mérlegelése és a döntések alátámasztása a nagyon magas színvonalon működő magyar epidemiológusok, járványügyi szakértők és klinikusok véleményére támaszkodik, ugyanúgy, ahogy eddig mindig. Indul egy kampány is, ugye azoknak, elsősorban az időseknek az oltásra, buzdítására, akik még nem kaptak oltásokat. Ezt a kampányt a házi orvosokra bízza a kormányzat. A Magyar Orvoskamara, ha már itt szóba került, az orvoskamara titkára plakátokat tenne ki a házi orvosoknak, ezt jó ötletnek tartja, de nem látja értelmét annak, hogy a házi orvosok próbálják meggyőzni házról házba járva az időseket. Mi lesz a megoldás ennek a helyzetnek? A kérdés legelső mondatával kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy nem arról van szó, hogy nem kapták meg jó néhányan a 60 év felettiek, hanem nem vállalták az átoltást. Ez nagyon lényeges különbség. Tehát a szándék nem mutatkozott meg erre, különböző okok miatt nem értették, nem tartották fontosnak. Érte őket olyan impulzus, ami hátráltatta őket a vállalkozó kedv pozitív irányba való elmozdításában. Az orvosi kamara, ha akar kampányolni, üdvözlöm az elképzelést,
mindenféle módszer, aminek a végeredménye az lehet, hogy az oltakozási kedvet növeli, azt én üdvözlöm. Hát ők inkább, hogy mondjam, kétségeiket fejezték ki ezzel a kampánnyal kapcsolatban. Valahogy úgy fogalmazott az orvoskamara titkára, hogy az orvosok nem ügynökök, akiknek házról házra járva kellene meggyőzni a betegeket, hanem ha bemegy a beteg, akkor úgy is beszéljenek róla. Elfogadhatónak tartanak egy ilyen hozzáállást? Ez orvosi kamara főtitkára is egy magyar orvos. Számos vélemény van, nem lehetne felsorolni a különböző érveket. Összefoglalóan mondanám, hogy nem tudja megmondani a kamara főtitkára se, nem tudom megmondani jelen pillanatban én se, de vélelmezem, hogyha az orvos megkeresi a saját betegét, aki bízik a családi orvosába, és ehhez segítséget kap, talán ki lehet a közönyből mozdítani az embereket, és felismerik azt, hogy a saját döntésüktől függ, hogy megkapják a fertőzést, nem kapják meg, enyhe lefolyású közép, vagy súlyos, esetleg fatális végkimenetelű fertőzést kaphatnak jelen körülmények között. A negyedik hullámot nem az a vírus okozza, amivel eredetileg találkoztunk, nem a brit mutáns, hanem az eredetinél és a brit mutánsnál lényegesen agresszívabb, súlyosabb betegséget okozó indiai variáns van jelen. A negyedik hullámra fel van készülve a magyar egészségügy? Természetesen, ugyanúgy, ahogy fel volt a magyar egészségügy készülve elsőre, másodikra, harmadikra, de az, hogy a járvány milyen mértékű lesz, hányfertőzött lesz, és a fertőzések számából következően a kórházi terhelés milyen lesz, súlyos betegek, lélegeztetettek, elhunytak, ez már nem a magyar egészségügytől függ, hanem az emberektől. Vállalják az oltást, nem vállalják a járványt az előző fázisban, és ha lesz minden valószínűség szerint, lesz negyedik hullám, abban az esetben az egyetlen egy igazán hatásos, prevenciós lehetőségünk a tömeges oltás. Ezt mindenkinek fel kell ismerni. Még egy pillanatra eszembe jutott még egy kérdés itt a harmadik oltással kapcsolatban, hogy az orvosokra bízzák azt, hogy milyen oltást adnak be harmadikra. Segítenek nekik szempontokkal, vagy éppen az a cél, hogy minél vegyesebb legyen a kép? Nyilvánvalóan meg kell adni az irányelveket. Többféle elképzelés van. Van egy olyan elképzelés, általában a gyógyszergyártók azt javasolják, hogy mindenkit az eredeti vakcinával oltsanak be, szó mellette egy-két dolog, de sokkal több ellene. A szakirodalomban egyre markánsabb az a vélemény, hogy heterológ oltás történjen, tehát ha valaki mRNA-s vakcinát kapott, akkor kapjon utána vektor alakút vagy attenuált vírust, illetve ennek a kombinációja, de ne homogén legyen, tehát ne egyforma legyen a három oltás. Tehát akkor jól értem, a magyar orvosoknak szétküldött irányelv is hasonló tartalmú lesz? Igen, pontosan. Kásler Miklós, miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.